Sziasztok! Retrózunk egy kicsit. Black Sheep, beköszönsz, vagy bemutassalak, mert itt ül mellettem Black Sheep is. Csá, egyelőre csak hallgatom ezt a fantasztikus zenét. Igen, a... Erre most elhallgatott. A The Platform nevű játékot szeretném bemutatni. Nem tudom, hogy hanyas játék, egy online játékról beszélünk. Annyira nem is a retro feeling miatt szeretném megmutatni nektek, inkább azért, mert egy eszméletlenül poénos és nagyon-nagyon szórakoztató kis játék, ami ketten játszva a legjobb. Ezért behívtam Black Sheep-et magam mellé, és Black Sheep igazság szerint nem is tudja még, hogy mi ez a játék. Fogalmam sincs, tehát én életemben először hallok erről a játékról. Sorter egyszer csak így ideált, hogy hey, ha már itt vagy, van kedved rögzíteni. Igen, tehát gyakorlatilag 2 perccel ütettem le a mikrofon elé. Retro gamert, és én még azt se fogtam föl nagyon, hogy most itt ülök, és most akkor na, itt valamit mondanom kéne. Az a lényeg, hogy te majd a nyilakkal kell, hogy valamit, ha jól emlékszem, ha nem, akkor majd kitalálod. Tehát akkor majd improvizálsz valamit. Jó. Na tehát a The Platform egy afféle egymás ellen játszható ügyességi akciójátékszerűség, ami rendkívül minimalista grafikája van, de iszonyatosan szórakoztató. Tehát akkor az első pár kört tenyered, mert te már tudod, miről van szó. Nem olyan biztos, mert hogyha kicsit nem figyelsz, akkor saját magad is könnyen el tudod baszni, és elnézze az arcodat, lehet, hogy akkor tényleg én fogom megnyerni, mert lehet nekem meg se kell még mozdulnom az állat. Meglátjuk, jó lesz ez. Játszunk egy versus módot, és ember ellen. Az a baj, hogy már pontosan a beállításokra nem emlékszem, tehát lehet, hogy itt majd vágni kell. Igen, és lehet választani, hogy körönként játszunk, tehát körre menően vagy pontokra. És azt hiszem a körre menő az a jobb. Beállítok egy 5-köröset. Igen. Én leszek a kék játékos, te pedig a piros. Jó lesz? Ajándékcsomagok, vagy mik ezek? Valami lakatnak, én mindig lakatnak néztem. Ja, ezek ilyen extrák, aha. Idő után kiváltható extrák, igen. Ahogy annyira de. Egyébként megmondom őszintén, nem ástam még bele magamat mélyebben, csak a fejszínét kapargattam a platformnak, de nekem már az is elég volt, és ahogy látom, ott is van írva róla, hogy még 2 ilyen bónusz maradt hátra, ugye? Aha. Na, hát akkor ez. Jó. Majd menet közben kitapasztaljuk. Na tehát, foghatod. Ja nem, én vagyok a piros, te a kék. Az a lényeg, hogy lefelé esnek ezek a kis szarok az égből, látod? Igen. És le kell tolni valahogy egymást, vagy belevezetni a másikat, mint például hallod, most engem... Megy ez! Most engem fejbe csűrt egy ilyen kis valami. És az a lényeg, hogy én, ha jól látom, akkor a... Nem, én az F gombbal tudom lassítani az időt, te pedig a space-zel. Jó, lehet is lehet. Igen. És az a lényeg, hogy a másikat valahogyan vagy belevíd egy akadályba, vagy lelök a platform. Na! Ezért hívtalak be? Így, ahogy mutattad, na most már ennyi, hagytam magam, kész. Tehát ennyi a lényeg, semmi több. Lehet ugye googolni, meg ugrálni, és a másikat felbe lehet vágni ugrálással. De mi a franc van már? Komolyan, én itt magyarázok, hogy mennyire szakértő vagyok a témában, csak ez meg, azt vezetsz 3 ponttal, hát... Nem, meg is nyertem. Hát de nem őt ráállítottam be? Azt nem tudom. Na mindegy. Hát annyira jó voltam, hogy a maradék 2... Ja, mert hát 3-0-ra nyertem, érted? Ja, már és nem... már nem tudtam volna behozni, értem. Még a szánalompontokat sem engedélyeztem. Nem is, nem, már nem is tetszik ez a játék. Jó ez. Szóval ez a lényeg. Von... Besi, kapd már be! Arról, hát ez nem igaz. Na, bazdmeg. Direkt volt. Igen, csak egy kicsit érezd magad. Érezzem már, hogy játékban vagyok, világos. Ha felszeded ezeket, tehát ott látod, ott fölül vannak azok a kis órák. Na. Azok ugye, hogyha lassítod az időt, akkor ott az a csík az elkezd csökkenni. Nem lassítom, én baszki! Na. Olyan streaken van most, figyeld meg. Na, kizimét. Ohohoho. Mr. Troll újra töltve. Gyere ide. Oh, álljál meg. Oh. És egy idő után jönnek a... Te is meghaltál? Ja. Ja, de jó. Állj. Na, utolsó kör. Mi? Ja, tényleg. Úristen. Na szóval ennyi igazság szerint, ahogy én kinéztem. Van még a pontokra menő küzdelem, de az annyira nem izgalmas. Szakadj már le rólam. Ez most hogy? Greedy volt. Hát, de csőlátásra futottál a pont felé. Na még egyet nyerünk. Pontokra vagy? Jó lesz így körökre. Szerintem jó lesz körökre. Jó. De egyébként meg... Nem pont ilyennek gondoltam ezt a bemutatót, tehát én azt gondoltam, hogy én így szétaláznak, de annyira nagyon nem. Ah. Az majdnem. Bassz. Múltkor játszottam gépelen, akkor jobban ment. De ez a zene, amúgy.
Egy idő után egyébként képtelen vagy koncentrálni, és a rohadt életbe! Egyébként a háttér az nem az, ahol most a visszatérőt is forgattak? Csak így nézem. Mi azok ott nem dementorok a háttérbe? Zöld dementorok? Akár. Okay. Mi a ah! Rohadt életbe! Érzékeny ez jó kör volt! Nem, ez azért van, mert pont ugyanaz van, mint a mortálnál, hogy te ülsz a szájába cseszett nyilaknál, és ott jobban megy. Ez ugyanaz. Cseréljünk. Legalább szállalomba bólogassál már, hogy így van. Cseréljünk helyet? Nem, jó lesz így. Azt egyébként vágott, hogy nincs az egyiknek se nyaka? Ja, de lába sincs. De lába sincsen. Jó, hát. Jaj. Ennél a játéknál talán még földolgozzunk, egy Max Payne-nél kínosabb lenne. Gugolj! Láttad ezt? Mi segítek én neked? Vagy, ne! Az mi volt? Most letolnak. Szakadj már meg! Az, de nagy volt. Aztán megnyertem. Megnyertem! Fú, most már 3-1. Örüljé. Még egyet. Muszáj, ezek után legalább egy 3-2-re muszáj főhoznom. Na gyerünk, nyomjuk. Hogy tetszik amúgy? Jó, nagyon jó. Nem anyáznál folyamatosan, lehet jobban élvezném, de így se rossz. Valahogy el lehet kapni néha egy ilyen ritmust, hogy folyamatosan ugrálsz a fején. Ha, hogyne. Várjál, maradjál jutton egy kicsit. Hogy persze. Álljál már meg egy pillanatra. Na, azaz. Hallod? Ez majdnem egy köcsök pont lett. Csináljuk már meg még egyszer, maradj. Nem csináljuk. Láttam az arcodon egy pillanatra, hogy beleéted magad? Hát nagyon, mert ez már tuti győzelemnek tűnt, de hát ez mi volt? Rajcél győzelemnek tűnt. Hát olyasmi. Ez a zene. Ez nagyon jó a zene. Hát az... Jó, valószínűleg... Egy... Ha 5 percnél tovább kéne hallgattam, akkor hogy hoztam? A nagyon jó, és a brutálisan idegtépő között. Basszus, pedig meg akartam nyomni, csak aztán meggondoltam magam. Meg akartad nyomni, de aztán látod a földön, nézd már, ott van egy penny. Húgy, ezt inkább lefelé. Júj, hú, tényleg ez a fordított irány egy kicsit bezavar valóban. Lassítsunk időt. Csak ez mire jó neked? Amúgy nem tudom, ennek mi haszna van. Hát hogyha például az előbb lelassítottam volna az időt, amikor... Amikor Lükverzbe indultál el? Ez mi volt? Ez mi? Ez de troll? Legközelebb sakkozni hívlak. Mindketten a szakadék felé indultunk. Én a sakkba is letolnám a bábóidat, tehát érted most. Te még a sakkban is kempelsz, hogy... Ja. Az enyém, ó. Hát ott szakadj már a fejemről! Basz, az mi van? Nem kell, leszakítottam magad! Az a baj, hogy az van bennem, az ilyen Warblade-es időkből, hogy a lehulló cuccokra rá kell repülni. Warblade, de jó játék volt. Na még egy utolsó, menjen? Nyomjuk. Jó, ha ezt megnyerem, akkor kiegyenlítek. Jó, nyomjuk, de nem nyered meg. Tehát neked vagy győzelem lesz, vagy döntetlen. Biztos nem nyered meg. Na menjen. Kizárt. Na most rohadtul oda koncentrálok, és ha leszállnál a fejemről, akkor talán tudnék is. Ilyen, amikor oda koncentrálsz? Igen. Mm-hmm. Figyeld meg, minden. Te hallod, ezek mintha engem céloznának ezekre. Ezt a nagyot meg úgy tudod főszedni, hogyha trambulinnak használod a másikat. Elfelejtettem mondani neked, hogy a platform nem is annyira jó játék egyébként. Figyelj, nem kell személyeskedésnek venni, a legtöbb ember így jár, aki a fejem elugrál, tehát... Aha. Maradj már! De miért nem maradok nyugtora senkem a rohadt életbe? Még kell nekem ugrálni? Minden áron meg akarod taposni az arcomat, nem értem. Nem is értem miért. Na szakadj már erről, komolyan van ez! Mi bajod van, eddig ennek köszönhetően vezetnél? Ja, jogos, tényleg, gyere, hallod itt a fejem, gyere! Erre menjünk, gyere! Hú, de szinkronban mozgunk. Tényleg amúgy. Basszus. De komolyan... Az a macska. Na most kellett volna lelassítani az időt, látod? Most hasznos hát lett. Hát akkor lassabban látod volna, hogy miszlikekre robban, pixelekre, még a pixel figurád is pixelekre robban. Annyira pixeles volt, hogy Adam Sandlernek orgazmusa lenne, hogyha ezt meglátnál. Meg Chris Columbusnak. Ja. Hogy a Harry Potter után hova süllyedte? De most ez a taktikám? Elvesztette a varázspálcát. Az a taktikám, hogy egy helyben állok és lesz. Ó, hattad!
Hát az nagyon necces volt. Az Matrix mozdulat volt, kemény. Ez volt a Matrix, összerepültünk mi Neo és Smith ügynek. Tényleg. Jaj. Én nem merek, én semmire nem merek már menni. De mindjárt jön egy a lábmagasságba, szinte már látom magam előtt. Egyébként azt néztem, hogy nem is legugolsz. Mi a túró az? A cápa! Az a cápa volt! Hát de én nyertem. Hát de ez milyen egy izé... Na nyomjunk még egyet és nyomjuk le a cápát. Egyébként azt vettem észre, hogy amikor legugolsz, akkor nem is legugolsz, csak eltűnik az a távolság, ami a nyakad meg a fejed között. Meg a... Vagy a hasad meg, igen, a fejed között van, meg a lábad meg a tested, igen, között. Na még egyet. Az egy ripple dilit tulajdonképpen a legugolsz. Ja. Ami bocsánat, hogy nem mutatjuk meg a pontokra menő küzdelmet, az tényleg nem annyira izgalmas, ha valaki megnézi a játékot, próbálja ki nyugodtan, de... Megemlítettük, hogy van olyan. Ennyi, igen. Várjál, honnan jött a cápa? Te még ne várd a cápát. Én aztán nem megyek oda. Még most a hullócsillagok vannak. Áj! Amúgy ez a döbbenet, nem? Hogy egy játék, ami... Hát nem tudom, néhány pixelből áll az egész, azt mennyire oda tudja kötni az ember? Mondjuk gép ellen hát fele ennyire nem szóval. Persze, tehát ez kell azért két ember, persze, gyanítom. Igen. Mi a fene, profik lettünk? Azért nem próbáljuk egymást nyomni. Már... Ez azért kiragadt be a kontextusból. Nem próbáljuk egymást nyomni. Honnan jött a cápa? Hát nem onnan! De azért... Miért? 3 másodpercen megy a küzdelem, és a cápa, ami a 60. másodpercnél elkezdek azon agyalni, hogy mikor jön a cápa. Az még odébb lesz a cápa, de így nem érünk a cápa, azon mindig lefejezsz egy hullócsillagot. Úristen, ne haragudj már, hogy nem látod miattam a cápát, mert én elcseszem. Az mi volt az? Az, hogy nem nagyon használjuk az időlassítást. Lehet, hogy kéne. Nyomjuk egyszer. Akkor még durvábban belassul az időt? Nem leszünk dupla neók. Milyen folyó, hogy éppen csak egy minimálisan csúszik a karakter, tehát hogy... Sok játék alkalmazza ezt, hogy csak annyira csúszik, hogy nem mondhassd azt, hogy nem csúszik. Igen. De egy... Rohadt élet! Azt hiszem ezt megnyertem. Nem, még nem. De szerintem igen. Igen! Hát ez szép. Ennyi elég volt? Hát most szerintem egyelőre igen. Jó, hát a cápa az lesokkolt mindkettőnket. Nem bírunk tovább jutni. Pedig mik jöhetnek még? Lehet, hogy vannak dinoszauruszok is, meg robotok. A háttérből, az erdőből kiugrálnak. Na hát ennyi lett volna a platform, próbáljátok ki lehetőleg ketten, mert tényleg egy... Nagyon poén. Hangyányit azért kaotikus, de nagyon-nagyon szórakoztató kis játék, és mindenképpen érdemes rászállni az időt. Sziasztok! Sziasztok!